édesanyja vagyok, sportoló vagyok, feleség vagyok, és emellett még lehetőségem nyílt a cégnél arra is, hogy karriert építsek. 4 gyermek édesanyja vagyok, és ez önmagában annyira sok feladatot ad, hogy már az különleges, hogy igazából az ember rendesen tud mellette dolgozni, vagy egy 8 órás állást el tud vállalni. Ez nekem is sokszor jelentett volna nagy kihívást, hogyha nem kapok ebben plusz támogatást a Lufthansa Systems Hungariától. Szerintem az én példám egy nagyon jó és személyes példa arra, hogy a cégünkön belül milyen karrierutak nyílhatnak valaki előtt, akiben van ambíció, akár tehetség, és szeretné is kamatoztatni ezt a tudását. Amikor idejöttem a céghez, akkor ügyvezető igazgatói asszisztensként csatlakoztam, majd utána átkerültem egy nagyon izgalmas termékre, a Board Connect-re trénerként dolgoztam elsődlegesen. Egy rendszernek a felhasználását kellett megtanítanom az ügyfeleinknek, akik ugye a világ minden tájáról, a légitársaságok. Lehetőséget kaptam közvetlen ügyfélkapcsolatba kerülni, méghozzá Product Delivery Managerként dolgozom már jó pár éve. Egyre több ügyfelet is kapok, és én úgy érzem, hogy innen tudnék nyugdíjba menni. A feladatom az ügyfeleink és a különböző fejlesztői csapatainknak a munkájának az összekoordinálása, illetve a közöttük lévő kommunikáció elősegítése. 6-8 csapatnak fejlesztői munkájának az eredményét szállítjuk le az ügyfelek felé, és ez aztán minden nap kihívásokkal teli környezetet teremt. Egy nagyon érdekes termékről van szó, egy fedélzeti szórakoztató rendszer, amit viszünk. Persze most már sokkal összetettebb és sokkal komolyabb, komplexebb megoldás, mint az, hogy csak videófilmeket vagy zenéket hallgathatnak rajta az utasok. Abszolút lépést kell ezzel tartani, hogy az a szolgáltatás, az a szoftver, vagy akár az a rendszer, amit mi felviszünk a repülőre, az így folyamatosan képes legyen gondtalanul kiszolgálni az ügyfeleknek az igényeit. Maga a folyton fejlődő technológia is, mint pedig a folyton változó igények és ennek a támogatása, és egy olyan környezetet teremt, ami egy folyamatos kihívás, és én egyik nap sem unatkozom.